tudjátok, ami fölteszitek az utolsókat is, és akkor itt egy utolsó keletet adjátok most fel a Raiffeisennek. Amen. És egy picit közelebb jöttök, akkor itt folytatjuk a... Egy pár szót azért a Raiffeisennél is mondunk. Egyszerűen gyönyörködünk ebben a kirakatban. Valami csodálatos. Úgy. Nagyon gyorsan. Akkor meg. És egy picit visszafordultak az OTP felé. Látszik, egyrészt megállnak az emberek és olvashatják. Ez nagyon jó. Tehát már megéri ezzel foglalkozni. A másik pedig, ha visszagondolok a hőskorra, a tavalyi nyárra, amikor kitettük a plakátokat, azonnal leszették. Most már nem szedik le. Ez is azt mutatja, hogy neveljük a bankokat. Láttam egyszer egy filmet, az Így neveld a sárkányodat, egy nagyon kedves kis rajzfilm, ha valaki hozzá tud jutni, nézze meg. Hát Így neveld a bankodat, készítettünk egy másik filmet. Jó néhányan ezen felbuzdultak, és itt most szeretettel köszöntöm köreinkben azt, aki a legmesszebbről jött, és felbuzdult azon, amit mi csináltunk. Tetsz a Dalaegerszegről, szia! Hajnalban vonatra ült, és eljött azért, hogy kitegyük ezeket az apró betűsöket, ő hozta. Nem is aludtam. Nem is aludt. És előtt elutazott ide hozzánk, hogy velünk lehessen, és ő minden héten, ugye péntek a nap, amikor a bankok fekete napja van Zalaegerszegen, néhány fővel kimennek Zalaegerszegre, és ott elintézik. Majd mindjárt át is adom neked ezt a szót. De te tájékról valami eszembe jut mindig. Néhányan vannak csak, így is mindig kiállnak, és nem félnek. Ugyanis a félelem a döntés kérdése. Ahogy írtam tegnap, nem lehet valakit megfélemlíteni, valaki csak saját maga tud megfélemülni. Elvehetik a szabadságodat, lecsukhatnak, elvehetik a kajádat, elvehetik az életedet is. De azt te döntöd el, hogy ettől félsz, vagy nem félsz. Hát tetsz, ha nem fél ettől. Viszont legyen ez a hely itt a Raffinálnál, hogy itt csatlakoztál, hogy egy pár szót mondjál, Léci, arról, hogy mit is műveltek ti ott Zalaegerszegnek, igen, és bátorítsuk az ország többi városában lévő embereket arra, hogy bizony, kell ezt csinálni, érdemes csinálni, mert ezek összetolták már magukat. Gyere, légy szíves, egy pár szót mondjál. Sziasztok! Én nem adom fel, Zalaegerszeg civil szervezet egyik vezetője vagyok. Egyébként vannak rajta mi kívül szervezők, mind nők szinte, de harciasan kiállunk, szinte minden héten plakátolunk, és megyünk a végrehajtókhoz is, és a közjegyzőket is meglátogatjuk, ahol szembeszállunk mindenkivel. Végül is olyan atrocitások érnek bennünket, hogy kitiltanak bennünket a bankból. Ha belegyünk, akkor mutogatnak rám, hogy én vagyok a ragasztó. Én mindjárt meg is teszem a szükséges intézkedéseket. Nem hagyom magam, azonnal fel is jelentem őket. Úgyhogy végül is nagyon sok akciót szervezünk. Folytatjuk mindaddig, amíg érdemleges álláspontra nem fogunk jutni, és nem adjuk fel. Köszönjük! Így kell ezt mindenütt csinálni. Innen köszöntjük a debreceniekkel, ugye ott is van egy jó kis csapat, Juditék, a debreceni kompánycsoport, akik szintén rendszeresen akcióznak, és biztatjuk őket, hogy újból és újból meg kell ezt tenni. Tehát az ország három pontja már biztos megvan. Három pontján biztos rettegnek a bankok. Három pontján a rendőri vezetők ott dilemmáznak. Mit csináljunk ezekkel? Igazuk van ezeknek az embereknek. Na de jön a telefon! Föntről Csányi telefonál, intézkedjetek, bazd meg, mert ezek már megint plakátolnak. Rendőri vezető gondolkodik, mit csináljak. Ellásomban játszott, Csányi üvölt, Orbán Viktor támogatja, na de ezeknek igazuk van.
ezek az emberek értem is kiállnak. A gyerekemért is kiállnak. A rendőri vezető gondolkodik. A lánya épp tegnap jelentette be, hogy elmegy Magyarországról dolgozni. Azért, mert ezek a mocskok neki letelefonálgattak. És nem hagyják, hogy az emberek érvényesítsék a dolgaikat, az érdekeiket. És a rendőri vezetők, higgyétek el, minél többen dilemmáznak, annál inkább úgy fognak dönteni, hogy menjetek a jó büdös kurva anyátokba. Nem fogok nektek tovább falazni. Így fogják. Nézzétek meg a másik kedvencemet, az Avatar című filmet, amikor a helikopteres csaj azt mondja, hogy basszátok meg. Ezt fogják mondani egyre többször a rendőrök, ezt kérem tőlük, amikor kivezénylik, ahogy István is mondta, és ott fogunk egymással szemben állni, mert hogy mi ott fogunk, és nyugodtan mondják azt, hogy basszátok meg. Nem fogunk a néppel szembeszállni, mert ennek a népnek igaza van. Minden héten 3, 4, 5 vagy 10 bírósági ítéletben mondják ki, hogy nekünk van igazunk. Kimondják azt, hogy semmisek a szerződések. Jönnek nem sokára, higgyétek el, amikor kimondják, hogy csaltak a bankok. Jönnek majd azok, amikor kimeri mondani a bíró, hogy uzsora volt. Ezt nagyon várjuk, és nagyon kell nyomni, ugyanis az uzsorát nem kell visszafizetni. És innentől kezdve bárki bármit mond, higgyétek el nekem, hogy a devizahitelt nem kell visszafizetni. Több törvényhely is alkalmas arra, hogy a devizahitel vissza nem fizetéséről rendelkezzen. Az egyik az uzsora, a másik a lehetetlenülés, és az, hogy a bankoknak nem csak devizájuk nem volt, hanem forintjuk is. Szeretettel látlak benneteket, a médiánkat mindenképpen pénteken a tárgyalásunkra, ahol azt indítványoztam, hogy bizonyítsuk be, hogy nem csak deviza nem volt, de forint sem. Kíváncsi leszek, hogy a bank hogyan fogja tudni azt bebizonyítani, hogy neki megérte 3%-ra forintot adni. Mert hogy minden van forintot adott. De hogyan tudtak 3-6%-ra forintot adni, amikor 10% fölött volt a jegybanki kamat? Ezt csak egy módon tudták megtenni, hogyha akkor gyártották. Akkor nyomtatták, akár valóságban, akár virtuálisan. Tehát akkor ez nem az övé volt. Hát ez a tied volt, ez a pénz. A te házadra, a te munkádra, a te fedezetedre. Akkor én kérem belőle a részemet, és egy pici jutalékot kap a bank, mert mégiscsak ő közvetítette ezt az ügyet. Az összes többi az enyém. De hát nem csak, hogy nem jár vissza nekik, de még nekünk jár. Kártérítés, vagy jutalék, vagy részesedés, tök mindegy milyen színen adják, csak végre borítsák oda le az udvarba, mert elég nagy összegről van szó. És akkor Magyarország felszabadul. Ebből a pénzből ki tudjuk fizetni az összes rezsi hátralékosnak az a pénzét. Mert még hogyha ennek nagy részét nem nekem adják oda, hanem ezeknek az embereknek, én akkor is örülni fogok. És ezek az emberek újból elmennek oda a virágoshoz, akit köszöntünk, régió ismerősünk, és virágot tudnak venni. Bemennek az étterembe, és kaját tudnak venni. És lesznek a gyereknek kakaós csigát, és elmennek nyaralni, és lecserélik az autóikat. És elmennek az autószerelőhöz, és mindenkinek lesz munkája, és Magyarországon végre nem csak pár ezer mocsok fog jól élni, hanem mindannyian jól fogunk élni. Azzal, hogy továbbra is fenntartjuk, hogy ide visszajövünk, mert ez egy nagyon leszedős bank, kiküldik állandóan az öltönyös embereket bentről, a bankárokat, és szedik le a dolgokat. Tehát azzal, hogy visszajövünk, hogyha leszedik, menjünk át a KNH-hoz, nézzük meg, hogy őnekik hogy tetszik, ha teleplakátoljuk a bankjukat. Hajrá! Igen, Debrecen! Hajrá!